Az első javaslatunk az arról szólna, hogy teremtsük meg annak a lehetőségét, vagy segítsük annak a lehetőségét, hogy azok az emberek, akiknek már az ingatlanát becsülik, hogy a becsértéket kell megadni az ingatlan elveréshez, azok az emberek fordulhassanak úgymond jogorvoslatért, vagy amikor megkapják az ingatlan becsült értékét, akkor ők maguk is ezt elvégezhessék. Papíron most is elvégeztetik. Azonban ezek az emberek annyira a csőd szélén vannak, vagy annyira olyan csődben vannak, és olyan nehéz anyagi helyzetben vannak, amikor már ugye gyakorlatilag kénytelenek, vagy képtelenek bármilyen plusz kiadást fizetni, hogy nem tudják azt a 50-100 ezer forintos nagyságrendű összeget kifizetni, amelyikbe a ingatlan értékbecslése történne. Ennek hiányában az adó és értékbizonyítvány alapján tulajdonképpen önkormányzatok fogják, kormányhivatalok, önkormányzatok fogják megállapítani a becsült értéket, és az a tapasztalat, hogy ez nagyon gyakran alatta van a ingatlanok valódi értékének. Így ezek a szerencsétlen emberek, és nem tudunk mást mondani, ezek szerencsétlen és tönkretett életű, emberek gyakorlatilag nagyobb kárt szenvednek el, nagyobb anyagi kárt szenvednek el az ingatlanok árverezése során, mint amilyen anyagi kárt szenvedtek el a devizahitelezés során az árfolyam veszteségben. Amikor megnézzük az adatait a árveréseknek, akkor azt látjuk, hogy átlagosan a tartozásuknak csak mintegy felét fogja fedezni a ingatlan árverezése, és nem segít ezen a helyzeten az, amit önök hoztak, azt a döntést, hogy csak becsült értéken, a becsült érték alatt nem lehet elárverezni az ingatlan, nem segít akkor, hogyha maga az értékbecslés, ez jóval az ingatlan piaci értéke alatt van. Én nagyon kérem, hogy ne rutinból tegyék fel a kezüket, amikor ezt leszavazzák, vagy ne is tegyék fel a kezüket a nemleges szavazásnál. Ezek hatalmas segítségek lennének több ezer, de inkább tízezer embernek, akik gyakorlatilag sehonnan nem választnak már segítséget. Ugyanakkor nagyságrendileg ez egy 1-2 milliárd forint, ugye nyilván attól függően, hogy mennyi, milyen gyorsan pörögnek az árverezések, és attól, hogy mennyien vennék ezt igénybe. Ezt nem lehet, nagyon nehéz megmondani, nagyságrendileg ilyen összeggel kell számolni. Olvastam, hogy Makón adtak át egy stadiont egy NB3-as csapatnak. Nem akarnék ebbe belemenni, önök is nagyon jól tudják, hogy ha akarják, akkor meg lehet találni ennek a fedezetét. Még egyszer mondom, több ezer, de inkább több tízezer családról van szó, akinek a házát elveszik a fejük fölön, és ebben az árverezésben, ebben az árverezési folyamatban akár ezen a 50-100 ezer forinton múlhat az, hogy jóval-jóval nagyobb kárt szenvednek el, anyagi kárt szenvednek el, mint az előbb. A vége az, hogy a házakat elviszik, de gyakorlatilag ugyanúgy még az adósság fele megmarad, ezek a szerencsétlen emberek élete, nyilvánvaló családok élete, az egész életüket tönkre van téve. A másik, másik javaslatnak nincs is a költségvetési vonzata, mégis nagyon sokat segíthet, az pedig az, hogy megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a bankok vagy egyéb hitelezők a közjegyzőktől kérik a fizetési meghagyás kibocsátását a követelésük vonatkozásában. A devizahitelesek ügyével foglalkozó ügyvédek azt tapasztalják nagyon sokszor, hogy a közjegyzők által kibocsátott fizetési meghagyások sok esetben nem jutnak el az adósokhoz, nem tudnak így jogorvoslattal élni, gyakori, hogy helytelenül állapítják meg a kézbesítési vélelmet, és olyan esetekről is tudunk nem kevésről, amikor elévült követeléseket is hozzácsapnak a közjegyzők a végrehajtandó értékhez. Ez nem kerül önöknek, illetve a költségvetésnek pénzbe. Én kérném, hogy ezt a másik javaslatot is szavazzák. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatja a törvényjavaslat társhozatban vételét, aki igen, még igen, aki nem, ha nem, státuszkodás. A tartózkodás megállapítom, hogy 4 igen, 6 nem, és 0 tartózkodás.
kapuszkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba a törvényjavaslatot.